komoly zenei koncert után színdarabbal folytatódtak Gyulán a Magyar Kultúra napi programok. Herceg Ferenc Dériné ifjasszony című drámája előtt Görgényi Ernő polgármester mondott beszédet. Teljesebb képet kaphatunk Erdős Kamil munkásságáról, a Magyar Néprajzi Múzeum munkatársainak közreműködésével zajlott az ecélt szolgáló kutatás Gyulán. A Békés Csabai Munkácsi Múzeumban evangélikus énekes könyvekből nyílt kiállítás, az Almási Kastélyban pedig az esküvőkkel kapcsolatos programokra készülnek. A műsor végén régebbi felvételeink közül válogatunk. Isten, áld meg a magyart! Kölcsey Ferenc 200 esztendeje írott költeménye, a himnusz, és ennek nyomán Magyarország alkotmánya, azaz alaptörvény is e felemelő invokációval kezdődik. Isten, áld meg a magyart! Kölcsey Ferenc költeménye Erkel Ferenc zenéjével, Magyarország himnusza 1844 óta. Minden jeles esemény alkalmával elénekeljük. Isten, áld meg a magyart jókedvel, bőséggel. 1989 óta január 22 a Magyar Kultúra napja, tisztelegve azelőtt, hogy 1823-ban Kölcsey Ferenc ezen a napon tisztázta le Szatmárcsekén a himnusz kéziratát. Tisztelt ünneplő közösség! Semmi. Sem a jólét, sem az erőszak nem tud hosszú távon összetartani egy közösséget, különösen nem egy nemzetet, csak a kultúra. A magyar kultúra népünk létezésének alfája és omega. Kultúránknak köszönhetően maradtunk fenn akkor is, amikor idegen hatalmak elnyomása alatt sínlődtünk, és akkor is, amikor háborúk és magyarok tömegeit kiirtó hadjáratok következtében kisebbségbe kerültünk a saját hazánkban. Ezért küzdöttek Dériné Széppataki Róza korában reformkori hőseink, és nyomdokaikon újabb és újabb generációk azért, hogy a magyar kultúrának megteremtsék az alapvető intézményét. Heroikus és sokszor évtizedeken átívelő küzdelmet folytattak azért, hogy a magyar nemzetnek legyen tudományos akadémiája, nemzeti könyvtára, nemzeti múzeuma és operaháza. És azért is évtizedeken át kitartó kollektív akaraterő kellett, hogy legyen nemzeti színház. Hogy ne csak vándor színészek jelenítsék meg magyar nyelven a színház csodálatos világát. Kellettek az intézmények, mert azokon belül épülnek a közösségek. Az alkotó közösségek és a műértő nézőközönségek. Az intézmények viszonyítási pontot alkotnak. Azok falai között fejlődik folyamatosan, de az állandóság biztonságában. A hálás utókor a kitűnő intézmények elnevezésében is őrzi azon kiválóságok nevét, akik e hőskorban, a 19. században harcoltak és dolgoztak a nemzet kulturális intézményrendszerének kiépítéséért. Abban a korban a magyarság megmaradásának a nemzeti kulturális intézményrendszer megalapítása és felvirágoztatása volt az egyik feltétel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Büszkén mondhatjuk, hogy nemzetünk azon kiválóságai között, akiknek köszönhetjük kultúránk legmeghatározóbb intézményeinek alapítását és felvirágoztatását, az egyik legismertebb és legnagyszerűbb egyéniség Gyulai volt. Egy gyulai tanító fia, Erkel Ferenc. Ő komponálta azt a zenét, az egyetlen zenét, amelyet biztosan ismer minden magyar, bárhol éljen a világon. Ő komponálta a himnusz zenét. Ha csak ennyit tett volna, ha csak ebből állna az életműve, ha csupán a himnusz zeneszerzőit tisztelhetnénk személyében, már akkor is a magyar kultúra legnagyobbjai között tartanák számon. Ám Erkel alkotó munkája zsenikre jellemző módon volt sok. Egy olyan korban volt a Nemzeti Színház operai részlegének szakigazgatója, amely korban
előbb volt Pesten német nyelvű színház, mint magyar nyelvű. Egy ilyen világban teremtette meg a Magyar Nemzeti Operát. Főként Erkel műveinek köszönhetően sikerült megszüntetni Magyarországon az olasz opera addigi túlsúlyát. Erkel Ferenc volt a Nemzeti Színház első karmestere is, majd legidősebb fia Erkel Sándor vette át tőle a karmesteri pálcát. És a Nemzeti Színház zenekarának tagjaiból Erkel Ferenc vezetésével alakult éppen 170 esztendeje, azaz 1853-ban a Filharmoniai Társaság az első állandó magyar szimfonikus zenekar. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nem kell azonban 170 évet visszamenni az időben, ha arról akarunk olvasni, hogy Gyula, a kultúra magyar városa szülöttje, milyen hatással volt a művelődés nemes idejében. A minap olvastam a Mandiner című hetilapban egy interjút Víg Andrea Liszt Ferenc díjas hárfaművésszel, a Zeneakadémia rektorával. Művészé válásának folyamatáról beszélve egykori alma mátere a konzervatórium tanárait méltatta, egy valakit kiemelve, idézem. A legjobban Bántainé Sívos Éva inspirált, aki szolfés zeneelméletet tanított, de olyan összművészeti módon, kizárólag élő zenei példákon keresztül, hogy nem lehetett nem a bűv körébe kerülni. Kitárta számunkra a kotta mögötti világot, önállóságra, a saját útunk felfedezésére biztatott. Nyitottság, kíváncsiság nélkül nincsen jó zenész. Hogy a mai napig ezt hajt, nem csak művészként, de a Zeneakadémia vezetőjeként, sőt a magánéletben is, nagy részt neki köszönhetem. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Önök között a közönség soraiban is sokan ülnek, akik ismerték Bántainé Sipos Évát, aki tőzsgyökeres gyulai polgárként lett a magyar zenei kultúra nagy hatású alakja. Tisztelt ünneplő közösség! Ma már nem az az elsőrendű feladatunk, hogy kulturális intézményeket alapítsunk. A meglévőket kell becsülni, szeretni és látogatni. Mi Gyulán az energiaválság idején is teret adunk, fűtött és világított teret adunk a kultúrának. Amikor az ember a háborús hírek, az infláció, a januári hosszú, sötét éjszakák idején szorong, akkor még fontosabb, hogy legyenek olyan alkalmak, amikor közösségben élhetjük meg a kultúra felszabadító élményét. Ehhez azonban nem elegendő, ha vannak intézmények. Az is kevésnek bizonyul, ha az önkormányzat biztosítja a működés feltételét. Még a művészek jelenléte, bármi kiváló előadása sem érheti el a kívánt hatást, ha nincs kultúra iránt érdeklődő közönség. Ha mi nem jövünk el az előadásokra, a koncertekre, a kiállításokra, akkor hallgatásra károsztatjuk a múzsákat. Márai Sándor írja meg érzékletesen, a művelt és művelődni vágyó polgár nélkülözhetetlen szerepét a kultúra éltetésében. A felvidéki és erdélyi városok a több száz éves polgári közösségek mecénási szerepét méltatja, például a Hallgatni akartam című. Ezek a polgári közösségek már megjelenés előtt előfizettek az új könyvekre, áldoztak színházra, hangversenyre, festményekre. Így tartották életben a magyar kultúrát. A pandémia sokakat elszoktatott a közösségi élményektől, de ne csüggedjünk. Újra vessük bele magunkat a kulturális élmények világába. És az sem mindegy, hogy mit olvasunk, mit nézünk, mit hallunk. Bántainé Sipos Éva gondolatai nyomán legyünk nyitottak, kíváncsiak. Ne tűrjük, hogy bárki megmondja nekünk, mit szabad és mit nem szabad megnézni, elolvasni, meghallgatni. Bizonyára többen ismerik a viccet, amikor a részeg az utcai lámpa alatt keresi elvesztett kulcscsomóját. Amikor egy rendőr megpróbál segíteni neki, az óvatos kérdésre miszerint biztosan itt hagyta el kulcsait, a részeg így felel. Dehogy, bent a parkban, viszont csak itt van világítás. Bizonyos értelemben a kultúra is így
Ha szellemileg eltűnünk, akkor csak azt látjuk, amit megvilágítanak meg. Pedig van nekünk saját szellemi lámpásunk, használjuk bátran. Tudnunk kell, hogy az igazi érték nem mindig az, amit a fővilágosító meg akar mutatni nekünk. Sokszor az árnyékban fejlődik az igazi csoda. Ennek példáját nem kell messze keresni, elég ide, a gyulai Vigadóba eljönni ma este. Herceg Ferencet a Horthy korszakban írófejedelemként tisztelték, a kommunista diktatúra idején pedig tiltották. A politikai rendszer, amely sötétségbe taszította herceg életművét, megbukott. Herceg Ferenc művei azonban tovább éltek a sötétségben is, majd kikerültek ismét a fényre, és ma este az ő darabját nézzük. Ma már nem állami hatalom a fővilágosító, nem politikai kurzus irányítja a fejgépet. Jól szervezett nemzetközi hálózatok kifinomult technikával akarják beszorítani, kényszervágányra juttatni intellektuális érdeklődésünket. Ne hagyjuk magunkat. Tájékozódjunk széleskörűen, és sose feledjük, sose hanyagoljuk a klasszikus magyar szerzőket sem. A keddi esemény Herceg Ferenc Déri néi fiasszony című darabjával folytatódott a Vigadóban. Az előadással a magyar nyelvű színjátszás kivívóiként tisztelik a vándor színészeket, azokat az eltökélt alakokat, köztük az olyan nagy formátumú személyiségekkel, mint amilyen Dériné is volt. Ugye Dériné Széppataki Róza, mint olyan egy nagyon jelentőségteljes személyiség a magyar színjátszás kialakulásában, megalakulásában, és ugyanígy a társa is, és ez a darab is ezt öleli fel tulajdonképpen, tehát ugye az akkori hőskorukról elindulnak, mint vándorszínészek, ugye akkor már a német színjátszás, mint olyan megteremtődik és létező történet, ő is tud németül, de nem akar németül játszani, és hát nyakuk közé veszik Nagy Magyarországot társaikkal együtt, és ebből az kerekedett ki, hogy egyszer csak a magyar nyelvű színjátszás, mint olyan, annak lett egy állandó helye. Ugye addig csak ekkor szekéren járták az országot, és hát ugye akkor még bőven Trianon előtt vagyunk, és tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezt így nagyon bőven összefoglalja ez az előadás. Itt egy élő személyről beszélünk, és mindig kicsit nehezebb levegővel áll neki az ember, hiszen nagyon-nagyon sok mindent lehet róla tudni. Nyilván leutánozni nem szerettem volna, de hála Istennek, mivel elég bő a merítés, ezért úgy mindig, még egyébként mindig most is így hozzáolvasok és kutatok utána, mert ő egy nagyon izgalmas személyiség volt, mint nő, mint színházi ember, a magánélete sem volt egy piskóta, de ugye az egész életpályája egy nagyon izgalmas történet. És hát igazából erről szól maga a szerep is ebben az esetben, tehát ugye Herceg Ferenc Dériné fiasszonyába, hogy vívja ki, hogy megy végig egy úton. Tehát ugye, amit elmondtam az imént is, hogy így a magyar színjátszással kapcsolatosan. És hát persze van benne szerelem, mert hát ugye az ő életében is azért volt, úgyhogy így ezt öleli át ez az egész történet. A Dériné társulat előadása a főhajtás a magyar színjátszás hőskora előtt, ahol romantikus szerelmek, nagy fellángolások, szenvedélyes viszonyok szövevényében hol küzdenek, hol csatát nyernek hivatásuk, a magyar nyelvű színjátszás ügyéért folytatott küzdelemben. Ez a Dériné program zászlóshajója, ugye Vidnyánszky Attila rendezte, a Nemzeti Színház igazgatója. Amikor elindult a program, ez volt a második bemutatónk. Nekem ez azt jelenti, amit maga ez az egész Dériné misszió, tehát hogy elvinni ezt a láthatatlan kincset, amit a színház tud adni az embereknek, a legkisebb településekre is. Az én szerepem az a gróf szerepe a darabban. Ugye a gróf egy házas ember, de mégis beleszeret Dérinébe, és számomra ez a hűséghez való hozzáállásomat jelenti, hogy én is házas vagyok a tavalyi évtől, és tényleg az, hogy
nem esik meg az ember hűsége, tehát hogy nem esik el, hanem hogy kitart-e, vagy el tudja-e vinni egy ilyen csodálatos nő, mint Dériné a felesége mellől. Hát ezt a grófot sikerült elvinni ennek a csodálatos nőnek, Dérinének, ennek a kis vándormadárnak, de ez csak megerősítette abba, hogy mennyire fontos erény és mennyire fontos tulajdonság valakinek a hűség. A Dériné ifjasszonyt, Herceg Ferenc darabját 2020-ban mutattuk benn, Százhalombattán, és igazság szerint ez alatt az idő alatt, amióta eltelt, ugye már mi is változtunk, de valahogy így egyre jobban hozzánk tapad, hozzánk idomul, nem csak az előadás, hanem a szerepek is, és nagyon jó dolog elővenni újra és újra, mert nem mindig játszok ugyanannyit, van, hogy kimarad egy-két hónap, de amikor benne vagyunk, már a felújító próbák alatt is ugyanolyan öröm elővenni ezt a darabot, mint amikor bemutattuk. Kemény munka volt, azóta már forgattunk egy filmet is belőle, ami ugyanúgy utazik, mint mi. Viszont ez a kemény munka, ez igazából szerintem abba teljesült be, amilyen Attilával, Vidnyánszky Attilával dolgozni. Kemény a munka, de az a jó, hogy ezt a nézők észre nem veszik, ezt csak mi tudjuk, ezt mi visszük magunkkal. Erdős Kamil hagyatékát az Erkel Ferenc Múzeum őrzi. A hatalmas anyag 514 fotónegatívot, kéziratos feljegyzéseket, valamint szakkönyveket, a cigánysággal kapcsolatos irodalmakat tartalmaz. A Néprajzi Múzeum megkereste intézményünket, hogy segítsék a mi munkánkat a digitalizálást illetően, hiszen ők sokkal szakszerűbben a legmodernebb eszközökkel tudják tulajdonképpen megmenteni ezeket a negatívokat. 2022 nyarán kerestek meg minket az együttműködés gondolatával, utána felgyorsultak az események, és 2022. szeptemberében már megkaptuk a digitalizált anyagot. Ezekből a fotókból lesz majd kiállítás 2023. májusában, illetve az együttműködési projekt második ütemében pedig a terepkutatások zajlanak, ezek folynak most jelenleg. A lehetőségek szerint visszamegyünk azokra a településekre, ahol Erdős Kamil ezeket a fotókat készítette, és próbáljuk felkutatni a fotókon lévő személyeket, hogy ezeket az anyagokat árnyaljuk történetekkel, hogy az adott szereplőnek a sorsa később hogyan alakult. Erdős Kamil egy legendás figura volt. Ő cigánykutatással foglalkozott, holott ő nem volt képzett néprajzkutató, viszont a legjobb, ha lehet így fogalmazni, kutatók közé emelkedett az ő sajátos látásmódjával, az ösztönösségével, azzal, hogy ő máshogy fordult a cigányság felé megértéssel, és a kutatásait is a célból folytatta, hogy felkarolja őket, illetve hogy lebontsa az őket a cigányságot övező sztereotípiákat. A digitalizált fotókból 2023. májusában lesz kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Ez egy elég komplex kutatássá nőtte ki magát. Az alapcél az volt, hogy a Gyulai Erkel Ferenc Múzeumnak a Néprajzi Múzeum egészen magas színvonalú digitalizáló eszközeinek a segítségével nyújtsunk egy ilyen digitalizálási támogatást, hogy az Erdős Kamil 1970-es években bekerült veszélyeztetett állapotú nitrátos negatív fotó hagyatékát segítsünk egy jó minőségben megőrizni, és ehhez társult egy kiállításnak az ötlete is, hogyha már ez az anyag egy picit így megmozdul, akkor próbáljunk valamilyen történeteket hozzáfűzve egy vándorkiállítást összeállítani, és ezeknek a kiállítási témáknak a háttérkutatásait végezzük együtt a gyulai kollégákkal, egyrészt itt magában az archívumban, tárunk fel olyan összefüggéseket, amik eddig nem voltak talán teljesen nyilvánvalóak, itt megyünk vissza azokra a terepekre, ahol maga Erdős Kamil dolgozott, fotózott és gyűjtött. A kiállítás középpontjában a képek vannak, és ezeket a képeket az Erdős Kamil nagyon nem mindennapi személyiség
közösségén keresztül próbáljuk meg értelmezni, és egy kicsit élővé hozni, visszahozni a köztudatba, új kérdéseket föltenni, megérteni, hogy mik voltak az Erdős Kamil kérdései. Ez egy nem nagy léptékű, vándoroltatható kiállítás lesz, de azt gondolom, hogy tartalmában izgalmas. Az ő munkássága folyamatosan érdekes, tehát hogy az az izgalmas, hogy itt a Gyulán is, szerintem, ahogy érzékelem, Gyula városában, meg a Gyulai Múzeumban is időnként az ő személyisége, meg az életútja így előkerül. Megemlékeznek róla, emlékkonferencia, néhány kis mini kiállítás is volt a halála után. Hát egy legendás figura, aki egy nagyon-nagyon rövid idő alatt, egy körülbelül 10 év alatt hozott létre egy ilyen elég páratlan életművet, ami nem terjedelmében nagy, hanem a szemléletében és a módszereiben. Nem volt tanult kutató, katonatiszt és hivatalnok ember volt amúgy, de egy olyan kötődést alakított ki először a Békés megyében és Nógrád megyében élő cigány emberekkel is, aztán pedig kiterjesztett az érdeklődését általában a magyarországi cigányságra, és a nyelvet nagyon jól tudó emberként úgy tudott a cigány kultúrába belehelyezkedni, ahogy előtte senki, meg szerintem azóta se senki, és ugye nagyon hamar fölfigyeltek arra, hogy olyan adatokhoz, információkhoz, folkloranyaghoz tud hozzáférni, ami csak így lehetséges, hiszen alapvetően 50-es években járunk, nagyon bizalmatlan, zárkózott közösségekről van szó, akik őt be tudták fogadni, testvérként tekintettek rá, és így indult az ő néprajzkutató munkássága. Szerintem ő nem nevezte volna magát egyébként néprajzkutatónak, ciganológusnak kezdték hívni, és ezt az ő különleges személyiségét és módszertanát, amivel dolgozott, felismerték az akadémiai intézmények, és sorra kapta megbízásokat bizonyos témák felgyűjtésére. És tehát annak ellenére, hogy ezt az életművének ezt a sajátosságát így mindig emlegetjük, meg megemlékezünk róla, meg szuperlatívuszokban gondolkodik róla az etnográfia, annak ellenére, hogy magát a hagyatékot nem nagyon porolta le senki. Tehát pár képe, 70-80 képe így forgott különböző kiállításokban, elsősorban azok, ami ilyen klasszikus etnográfiai témákat ábrázolnak, a teknővájó cigány, a fémműves cigány, tehát ezek a képek így kikerültek kiadványokba, kulturális eseményekre, de egyébként nem került föltárásra ez az anyag, tehát én azt gondolom, hogy ez ezért érdekes, és amiatt a korszerű szemlélet miatt, amivel nagyon-nagyon korán mondott ki, tulajdonképpen az aktivizmusra jellemző, a cigányok felemelkedését szolgáló aktivista gondolkodásra jellemző, nagyon kemény határozott mondatokat, hogy mit és hogyan kellene a társadalomnak megfogalmazni, programmá érlelni, ahhoz, hogy a magyarországi cigányság helyzete változzon. Újabb kiállítást láthatnak az érdeklődők a Békéscsabai Munkácsi Mihály Múzeumban. A keresztény kultúra mindig meghatározó szerepet játszott a békéscsabaiak életében, így számos értéket őriznek a múzeum történelmi és néprajzi gyűjteményében. Ezek közül választották ki a Tranosciust. Ez a könyv az evangélikus szlovákok vallását jeleníti meg. Több mint 1000 éneke a keresztény hit minden lényeges elemével foglalkozik. Az Égi csillag tiszta fénye, evangélikusok énekeskönyve, már ugye magában a nevében is sejteti azt, hogy miről szól ez a kiállítás. Ez a kiállítás a Tranosziuszról szól, azt állítja a középpontba, ám egyébként ennél sokkal több mindent takar. Az egyház élet szerepéről, a lokális és a nemzeti identitás megőrzéséről is szól egyébként ez a kiállítás. Nyilván ennek a középpontja itt Békés Csabán a Tranosziusz, ez az evangélikus szlovákoknak a szent énekeskönyve, amely 1636-ban készült el Juraj Tranoszki kezei által, aki akkor a hit megmentése ügyében hozta létre ezt az énekeskönyvet. A kiállítás január 26-ára elkészült. A közönség majd a múzeum nyitásakor tekintheti meg az itt bemutatott tárgyakat.
A kiállítás maga az a Tranosziusz, mint a könyvet állítja a középpontjába, ám a megalkotójáról, Jura Tranoszkiról is szó esik benne, valamint a csabaiaknak a Tranosziuszhoz való kapcsolatáról is szót ejtünk. Nagyon sok tablót, illetve szöveges anyagot helyeztünk el ebben a kiállításban, és igyekeztünk ezeket tárgyakkal is kiegészíteni. A tárlatban látható Tranosziuszok az mind a mi, tehát a múzeumnak a gyűjteményéből származnak, a történet és a néprajzi gyűjteményéből származnak, és ezt egészítettük ki a Tranosziusznak a megalkotásának az eszközeivel, ugyanis szerettük volna azt is bemutatni, hogy maga a könyv az hogyan jön létre. És ebben volt segítségünkre Bíró Bertold, ő egy könyvkötőmester itt Békés Csabán, aki nagyon jól ért a Tranosziuszokhoz, és neki számos olyan eszköze van, amelyet mi most be tudtunk mutatni. Meghatározóak lesznek a következő hetekben az esküvővel, házasságkötéssel, lakodalommal kapcsolatos programok az Almási Kastélyban. A következő hétvégén a nagy esemény előtt álló párok vehetnek részt egy olyan rendezvényen, mely révén jobban megismerhetik a történelmi épületet, de egyben segíthet is nekik a későbbi döntések meghozatalában. Január 28-án várjuk az érdeklődő párokat két alkalommal is ide a Stefánia szányba. Megpróbáljuk bemutatni nekik azokat a szolgáltatásokat és azokat a helyszíneket, helyiségeket, amelyeket biztosítani tudunk a házasulók számára egy esküvő, illetve lakodalom alkalmával. Egy picit megfordítottuk a folyamatot. Eddig is érkeztek hozzánk természetesen nagy számban megkeresések lakodalmi helyszínként. Mi arra gondoltuk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy az illusztris helyszín az milyen egyéb lehetőségeket rejt azok számára, akik itt szeretnék megrendezni életük nagy napját. A közönség elsősorban azt gondolhatja, hogy az Almási Kastély bátermét biztosítjuk egy ilyen alkalomhoz, de hát ez nincs így, korán sincs így, hiszen öltözőket, kiszolgáló helyiségeket, és hát szolgáltatásainkban is nem egyet biztosítunk azoknak, akik arra vállalkoznak, hogy úgy döntenek, hogy itt kötik össze életüket. Folyamatos takarítói szolgálat, kamerás őrző rendszer az, ami egyébként a lakodalom végéig áll a házasulók rendelkezésére. Tehát emellett még sok egyéb szolgáltatásunk is van. A tényleges felsorolásuk nélkül, ha még egyet szabad, például gyermekfoglalkoztatóhoz is tudunk helyszínt biztosítani. Tehát a gyermekkel a lakodalomba érkező szülők is tudnak kényelmesen, nyugodtan szórakozni, hiszen akár egy animátor segítségével a gyermeküket le tudják foglalni, és biztonságban tudják. Tavaly gyulai vállalkozókkal és egy rendezvényszervező irodával hívták életre az esküvő kiállítást. Fekete Domb Ildikó ügyvezető elmondta, 2022-ben több mint 30, idén várhatóan 40-nél is több kiállítót vonultathatnak fel. Az a különlegessége ennek, hogy pénteken egy kiállítást láthatnak az ide látogatók, szombaton folytatódik ez a kiállítás 13 óráig, és este pedig egy esküvői vacsorával zárul, ahol igazi esküvők lesznek, vannak olyan menyasszonyok, akik pályáztak erre a lehetőségre a kedves leendő férjükkel, és hát van, aki más megyéből érkezik ide hozzánk, Vas megyéből, Szolnok megyéből, illetve Gyuláról is van egy pár. Az ő esküvőjük lesz késő délután a Kápolnában, és hát az est pedig egy igazi lakodalommal zárul, ahol három menyasszony lesz. Monyi Imre emlékére kiállítást nyitottak a 100 éves cukrászdában. Simonyi Imre, a kijáratot keresem. Én nagyon sokáig egy árvacót sem értettem abból, ami a világban történik, valamint egy árvacót sem értettem abból, ami bennem történik. Egy napon aztán, megvilágosodván, de hogy mitől, a világ, valamint az én elmém, úgy találtam, hogy a világban az történik, hogy az emberek szeretnek parancsolni, és tudnak engedelmeskedni. Ugyanakkor bennem ellenben az történik, hogy nem tudok parancsolni, és nem szeretek engedelmeskedni.
Gondolom innen számítható, hogy útjaink elágaztak az enyém és a világé. Arra persze már nem emlékszem, hogy mely pillanatban és hol is történt eme megvilágosodás az én elmémben. Talán örökké történt, és mindenhol történt, mert hiszen én bennem történt. De arra már igazán nem emlékszem a térnek mely pontján, s az időnek mely tartamában is tartózkodtam akkor. Meg lehet talán csak úgy a világegyetemben általában. A téridőben, mint divatosan mondani szokás, vagy egy szeretőm ágyában, vagy egy barátom félreértésében, vagy egy lakbér hátralékos hónapos szobában. Már nem tudom. Már nem emlékszem. Csupán azt tudom, hogy azóta is a kijáratot keresem. De nem hasonlítottam senkihoz. Aki nem hasonlít, az forgalmi akadály. Hát az én életem úgy ment le, hogy a mindenkori rablógyilkos és a mindenkori római pápa jobban hasonlított egymással, mint hozzám bármelyik. Ez volt az én tragédiám tulajdonképpen. Nem hasonlítottam csak magamhoz. Amikor az év tavaszán meghalt, megjelölt az örököseit, de jó néhányunknak fölmerült a gondolataiban az, hogy ne jusson arra a sorsra az ő hagyatéka, amely sors oly sok magyar művésznek, nagy egyéniségnek volt a jussa. Próbáljunk meg már most egy olyan emlékszobát, egy olyan emlékhelyet kialakítani, amely, bár tudjuk, hogy Simony Imre tiltakozna leginkább ellene, mégiscsak az ide látogatóknak felmutatna valamit ebből a nagy egyéniségből. Nagyjából két csoporttal lehet osztani az embereket, de inkább háromra. Volt, aki egyszerűen nem érdekelte. Volt, akivel egy formális, udvarias viszonya volt, és volt egy kör, akikkel meglehetősen heves volt ez a kapcsolat, mert egy dolgot nem tudott elfogadni, ha valaki nem volt őszinte, nem volt nyílt, nem azt mondta, amit gondolt, vagy amit éppen a mester elvárt. Simony Imre az igen keményen elutasított mindent. Nem csak a futballban voltak nézeteltések, hanem politikában is. Ha ő egyszer valamire, amennyire ő más ember volt, annyira nem tudta elviselni más embernek a másságát. Én úgy gondolom, hogy a város igyekezett a kedvébe járni, de mint mindennel szemben ő ellenségesen fogadott minden közeledést, de azért lehetett róla gondoskodni a háttérből, tehát kapott lakást, volt szociális gondozója, figyeltek arra, hogy a díszpolgára legyen a városnak, megemlékeztek a jelesebb eseményeiről, sőt, hát még nem volt súlyos beteg addig, író-olvasó találkozókat szerveztek, meg egyébként is hagyták szerepelni vagy élni. Nem próbálták megváltoztatni senki sem. Úgy, ahogy volt, úgy járt kelt a városba, úgy élt és úgy bántott meg mindenkit, vagy éppen engedett magához közel. Simony Imre megbecsülése és kedveltsége olyan, ami nem csak a városban él, hanem nyilván sokkal nagyobb körben. Ezzel persze gyulaiaknak szeretne az ember némi kedvet adni, hogy igenis érezzék szívügyüknek, hogy ez az emlékszoba megvalósuljon, független attól, hogy most a magánemberi megítélése milyen volt a gyulaiak körében Simonyinak. Tekintsük őt most már a gyulai történelem, illetve a magyar irodalom történet részének, aki van akkor egyéniség a 20. századi költészetnek, hogy az emlékét kötelesség megbízni és ápolni.
a magyar ember az nem adhatja föl ilyen könnyen a küzdelmet. Hát nem könnyen adja fel az ember, csak elveszíti a küzdelmet. Nem adja fel könnyen, de ez a meccs el van. Számomra egyénileg el van veszve a sorsom, vagy a meccsem, hiszen megvénültem. Az egészében nem merek nyilatkozni, mert hát mit mondhatok én az egészről? De a jelen és a soron következő generáció. Nem bocsátkozok jósolásba, és legalább egy reménysugár. Semmi örömtelit nem látok. Ennyit ki tudok mondani, semmit. Üdvözlöm Önöket, Önök a hírhullámot látják, Gyula város és környéke legfontosabb híreivel, eseményeivel. Mai híreink ilyen egy holnapi évfordulóról szólunk Önöknek, amely talán egy kissé idén méltatlanul háttérbe szorult. Szeptember 14-én, azaz holnap lenne 79 éves Simonyi Imre. A 100 éves cukrászda udvarán nemrégiben nyílt egy emlékszoba, amely Simonyi Imre személyes tárgyaival, verseivel, újságcikkek és fotók segítségével követi végig a költő munkásságát. Akik a városban laknak, ismerték őket, és tudják, hogy egy nagyon jó nevű költőnk, hozzátartozik a magyar irodalomhoz. Itt az Erkel téren élt életének utolsó 5 évében, ezért itt csináltunk egy kis emlékszobát. Tulajdonképpen az ő hagyatéka nagyon kevés, és inkább a személyét övező legendák őrzik az emlékét. Ha itt szétnézünk ebbe a teremben, találunk egy kis sarkot, ahol a kabátja van, személyes holmiaként egy sétapálca, és az az újság, amiben hírül adjuk, hogy ez a szoba létrejött, halála után nem sokkal. Aztán ezekbe a tárlókba megtaláljuk köteteit, kitüntetéseit, egy-két újságcikket, nevezetesebb levelezéseit, és a legvégén pedig a gyászteviratot a díszpolgári oklevéllel. Ha valaki gondolja, szívesen veszük, ha eljön, és egy szál virágot hoz. Tetszik-e arról tudni, hogy a városban valamiféle megemlékezés a születésnappal kapcsolatban lesz-e? Eddig még nem szólt senki. Mi magunk próbáljuk az emlékét megőrizni és fenntartani. Ez a kis szoba, ez a kis kiállítás, ez városi kezdeményezés, vagy teljes egészében a 100 éves cukrászda és az ön találmánya? Az emlékszoba saját kezdeményezés, egy kis tím hozta létre, Kis Sándor, Fehér Imre, Dobos Feri, Kis Péter, Petrocki Zoli, Székely János és jó magam rendeztük be. Az egyformák közt másmilyen voltál. Másmilyen jó, másmilyen rossz. Másmilyen okos, másmilyen ostoba. De nem olyan. Az egyezményeikben nem egyezkedtél. Az alkuvásaikban együtt nem alkuttál. A zsákmányaikból nem részeltél, nem hasonlítottál hozzájuk, nincsen enyhítő körülményed.